Még délután 4 órakor sem állt meg az élet a Bláthy Otto szakiskolában, sőt a diákok csak akkor kezdtek el igazán dolgozni, hiszen az intézményben nyílt nap zajlott november 27-én. A program során a még általános iskolás tanulók szüleikkel együtt hallgathatták meg a szakokkal kapcsolatos tájékoztatókat, amelyeket szakmai bemutatók követtek. Nagyon széles a paletta ugye az iskolánál most már évek óta, ugyanazok a sláger szakmáink, amiket eddig is viszünk, akár még a kozmetikusról, logisztikusról, vagy akár a belügyi rendészetről beszélünk, de emellett ugye az ipar felé a gépgyártás technológiai technikus, ketkem informatikus, az autós irányvonal az ugyanúgy megmaradt az iskola életében, mint eddig, és a szakképzői folyamokon pedig a hegesztő, villanyszerelő, a hűtősök és a mellette még a karosszérlakatosoknak ajánlunk szakmákat, és a következő tanévtől pedig egy új képzést is felvettünk, ez pedig a kadétképzési program, amiben az iskolánk is belépett. A kadétképzési program ugye nálunk nem csak elsősorban a hazafias nevelést jelenti, hanem próbálunk egy szorosabb szakmai együttműködést a Honvédelmi Minisztériummal, és ugye Tatán, ugye itt azért nagy hagyománya van a katonai életnek, és őket szeretnénk segíteni azzal, hogy a gyerekeket ebben a szakmai irányba tereljük. A következő tanévben is azért van feladatunk, és amiről tájékoztatni kell a szülőket, ugye, hogy most már technikumnak fogják hívni az iskolánkat, és emellett még szakképző iskola is leszünk ugye egyben, úgyhogy a szakgimnáziumi képzést felváltja a technikum. Nagyon jó, sokkal nagyobb teret enged a diákoknak és a szülőknek. Mire gondolok, átjárhatóságot biztosít a 9-10. Évfolyamba, mert ugye mindig az jön vissza a szülőktől, hogy nehezen döntenek a gyerekek. Nem biztos, hogy az a szakma, vagy az az irány, amit ő választ elsőre, az ténylegesen az övé. Viszont itt a 9-10. Évfolyamon alapozó tantárgyakat kapnak elsősorban, és hogy megismerkedjenek a szakmával, de ha ők úgy érzik, ugye itt már az iskolán belül, hogy esetleg más irány az, ami őket érdekelni, akkor bőven van lehetőség arra, hogy át tudjanak lépni, és ez nagyon nagy segítség. Ugye ezzel így a lemorzsolódást tudjuk csökkenteni, és reményeink szerint olyan gyerekek végeznek nálunk, akik ténylegesen szeretik a szakmájukat, és a munkaerőpiacon el tudnak helyezkedni. A Bláthy iskola legközelebb december 4-én délután 4:45-től tart nyílt napot az intézményben.